Sok szeretettel köszöntök mindenkit, örülök, hogy ilyen szép számban összejöttetek. Ha megengeditek, én itt maradnék, mert kezelnem kell egyrészt a laptopot, másrészt meg engedjétek meg, hogy tegezzelek benneteket, illetve tegező formában adjam el ezt az előadást, mert én azt gondolom, az egymás tisztelete az nem azon múlik, hogy magázódunk vagy tegeződünk-e. Egyébként is ugye a tegeződés az egy viszonylag új történet a magyar nyelvben. Az előadásnak azt a címet választottam, hogy útmutató az élethez a Föld nevű bolygón. Ezzel párhuzamosan jelent meg ugyanezen a címen ez a könyv, amelynek az alcímében az olvasható, hogy Anasztázia tanításai alapján. Itt már elhangzott az, hogy ugye te olvastad az Anasztáziát. Tegye fel a kezét, aki hallott már Anasztáziáról, és aki olvasta is Anasztáziának a köteteit. Tehát a többség azért még nem. Amikor Anasztáziáról van szó, akkor a többségnek rögtön a Romanov dinasztia jut eszébe, de nem arról az Anasztáziáról beszélünk. Mielőtt rátérek magára a témára, magamról mondanék egy pár szót. Én Bot Gábor vagyok, jelenleg filmesként, fotósként dolgozom, ez már elég régóta így van. Nem ez az első könyvem, ami megjelent. Gyakorlatilag a felső sorban a fordítások, amik megjelentek az én tollamból, alul pedig azok a könyvek, amik 2002 óta megjelentek. Tehát az útmutató az élethez az tizen, nem tudom hányadik könyv, amit így elkövettem. Egyébként aki ismer, az talán az emberiség.hu weboldalon, hogyha találkozott, ezt 2010 óta követem el, vagy csinálom. Ennek a szerkesztője vagyok, megálmodója és szerkesztője. Gyakorlatilag úgy apostrofálom magam a fotózás és filmezés mellett, hogy önkéntes társadalmi aktivista, ugyanis ezt teljesen önként csinálom. Az emberiség.hu-nak a küldetése az, hogy bemutassa azokat az alternatívákat, azokat a tudatossággal kapcsolatos cikkeket, filmeket, előadásokat, amelyeket úgy érzem, hogy fontos, hogy az emberekhez eljusson. Ugye 2010 óta több mint 2000 cikk, 2 millió látogató volt, 400 film, ez az a 400 film, amit csak én készítettem és tettem föl ezekre az oldalra, illetve a YouTube csatornákra, illetve elég aktív élet folyik a Facebookon is, a Facebookos csoportunknak most már több mint 4000 tagja van, az oldalt pedig naponta 1200-1500 látogató nézi. Ugye ebből adódik az, hogy nem csak másoknak az anyagait, előadásait közvetítem az oldalon, hanem mindazokat a tudásokat, amik rajtam, mint szűrőn keresztül átmennek, ezeket is megpróbálom így filmek formájában, cikkek formájában a nagy közönség elé tárni. Az útmutató az élethez egyrészt összefoglalja ugye Anasztázia tanításait, de majd az előadás során, mert a könyvnek a tartalmi részén megyek végig, tehát az előadás során az majd ki fog derülni, hogy egyéb gondolatok is azért megtalálhatók ebben a könyvben. Ez a harmadik előadásom, úgyhogy nézzetek el nekem, hogyha néha egy picit bakizok, de gyakorlatilag próbáltam a lehető legjobban összeszedni az idevágó gondolatokat. Ki is valójában Anasztázia? Anasztázia és Megre. Ugye Vladimir Megre írt egy sorozatot, ez Oroszországban az első kötet 1996-ban jelent meg. Vladimir Megre egy egyszerű kereskedőként járta az Ob folyót, gyakorlatilag a gőzhajóival vitte az árut, kereskedett az ott élő falvakban élő emberekkel, városokban élő emberekkel, és így találkozott először Anasztázia dédnagyapjával, aztán pedig magával Anasztáziával. Anasztáziáról annyit kell tudni, hogy ő egy ősrégi civilizációnak az olyan leszármazottja, én úgy apostrofálom, hogy illetve a könyv első gondolatai is így mutatják őt be, hogy ő egy olyan nő, egyébként körülbelül olyan 45 éves körüli lehet most a hölgy, aki soha nem járt iskolába, soha nem járt, illetve városban életében körülbelül kétszer járt, kint él a tajgában egy olyan közegben, nem mondom azt, hogy faluban vagy házban, mert nem házban, meg nem faluban él, hanem egy úgynevezett szeretett téren, tehát ott tölti az életét, és mégis mindent tud az emberiség múltjáról, jelenéről és jövőjéről. És amikor azt mondom, hogy mindent, akkor ez szó szerint értendő. Én amikor
először találkoztam Anasztázia könyvvel, sokáig nem olvastam, mert mindenki emlegette, hogy hallottam, persze hallottam róla, de nem ismerem, nem olvastam még, aztán tavaly, amikor egy barátom a kezembe adta az első és a negyedik kötetet, akkor elkezdtem olvasni az első kötetet, és úgy mondom, úristen, még 10 kötet hátra van, mikorra fogok én ezzel végezni. Aztán ahogy egyre jobban belemerültem a kötetek olvasásába, már azt élveztem, hogy jaj, de jó, hogy még ennyi van belőle. Ugye, amikor az ember elmegy nyaralni, akkor is azt élvezi, hogy hú, de jó, még ennyi nap hátra van. Tehát én ugyanígy voltam Anasztáziában, hogy nem azt vártam, hogy alig vártam, hogy vége legyen és a végére érjek, hanem örültem neki, hogy még ennyi olvasni való van belőle. A tizedik kötet Magyarországon az most jelent meg idén februárban. Délután 1:30-kor megkaptam, és 4 órakor letettem, mert egyszerűen, amikor megkaptam, nem tudtam letenni, végig kellett olvasnom, és így lett teljes az ismeretem az Anasztázia sorozatról. Ugye Megre soha nem, az én megítélésem az, hogy Megre soha nem lett volna képes ezeket a könyveket megírni. Én úgy szoktam tényleg jellemezni, hogy egyszerű tufa buta kereskedő, akinek semmi spirituális előélete nem volt, semmi spirituális hozzáállása nem volt ezekhez a témákhoz. Mégis Anasztáziával való találkozása után képes volt arra, hogy ezt a 10 kötetet úgy megírja, hogy gyakorlatilag megváltoztatta Oroszország jelentős részének, illetve Oroszország lakóinak jelentős részének a gondolkodását, de a hatása most már világszerte érvényesül. Elég mondjuk Magyarországot mondani, hogy egyre több Anasztázia csoport van, Anasztázia klub, egyre több ember próbál úgy élni, ahogy Anasztázia tanításai bemutatják. Ugye, hogyha valaki kíváncsi arra, hogy hol is él Anasztázia, Novoszibirszkben él Vladimir Megre, Budapest az itt található, az a sárgával jelölt csík, az pedig az Ob-folyó, és valahol ott a felső részén kell azt a részt keresni, ahol Anasztázia él. Egyébként, hogyha itt viccből beleraktam ezt a képet, hogyha valaki, többen próbálkoztak már egyébként Anasztáziát megtalálni, hogyha valaki el akar menni Novoszibirszkbe, akkor mintegy 5200 kilométeres utat kell megtennie autóval, tehát 66 órát kell autóznia. Ugye az első találkozás az nem is Anasztáziával történt, hanem Anasztázia dédnagyapjával, aki az egyik ilyen kikötés alkalmával megszólította Megrét, és azt mondta neki, hogy hát hozza a hajó legénységét, és menjenek el valahol be a tajgába, mert ott most ki kell vágni egy cédrusfát, egy zengő cédrusfát, és mindjárt rátérünk a cédrusfáknak a jelentőségére, itt még az Anasztázia sorozat könyvei láthatók. Gyakorlatilag az első kötet Magyarországon 2006-2007 környékén jelent meg, az eddigi legutolsó az most 2014-ben, de Oroszországban az első kötet az 1996-ban, egyébként ez a 9. kötet az Anaszta, mert a 9-es kötet az hiányzik, hiszen a 8-as kötet az két részből áll, az új civilizáció. Tehát előbb elkezdtem mesélni a fáknak, illetve az zengő cédrusoknak a jelentőségéről. Azért hívják egyébként zengő cédrusnak, mert ezekről a fákról azt kell tudni, hogy körülbelül 500 évig élnek. Az életüknek az utolsó időszakában, 2-3 évben, tehát az utolsó 2-3 évben, mielőtt elpusztulnak vagy meghalnak, egyfajta ilyen különös zengő hangot kezdenek kiadni magukból, egy ilyen éneklő hangot, és Anasztázia dédnagyapja pontosan ebben az időszakban találkozott ugye Megrével, amikor egy ilyen fa elkezdte ezt a hangot kiadni, és gyakorlatilag ennek az a háttere, hogy az 500 év alatt ezek a cédrusfák a leveleiken keresztül nagyon-nagyon sok információt magukba gyűjtenek a kozmoszból, tehát a kintről a kozmoszból, és miután ez megtörténik, az embereket kezdik figyelmeztetni arra a 2-3 éves periódus időszak alatt, hogy vágják ki őket, és az ő darabjait, tehát a fának a darabjait, minden egyes darabját hasznosítsák, hogy az energia, amit ő átvett, azt át tudják adni azoknak az embereknek, akik ezeket a darabkákat maguknál hordják.
Ugye Anasztázia dédnagyapjának a nyakában is volt egy ilyen kis nem amulett, hanem egy ilyen kis cédrus fadarab, amit rendszeresen dörzsölgetett hozzáért, és Megre olyan 70 évesnek nézte a dédnagyapát, és kérdezte, hogy ugyan mennyi idős ön, és mondta, hogy 119 éves vagyok. Tehát gyakorlatilag ez az egyik jelentősége a cédrusnak, ugye az egyik kötet az Engő cédrusok címet is viseli. Cédrusfák egyébként nem csak Szibériában találhatók, ugye, hogyha emlékszünk, a Bibliában is nagyon sokat emlegetik, illetve a történelemben nagyon sok helyen említésre kerül maga a cédrusfa. Nagyon, nagyon sokat kivágtak az elmúlt évszázadok során különböző hasznosítások miatt. Magyarországon is voltak olyan cédrusfa ligetek, amik elég nagy kiterjedésűek voltak, például a Balaton felvidéken, csak aztán a balatoni hajózás során az elmúlt századokban nagyon sokat kivágtak belőle. Néhány még most is fellelhető ezekből a cédrusfákból, például Bálint gazdának az egyik internetes blog bejegyzésében találkoztam is egy ilyennel, hogy az ő kertjében bizony található egy ilyen cédrusfa. A libanoni zászlónak a címerében ugye nem véletlenül van ott a libanoni cédrus. Egyébként a cédrusnak ugye több fajtája ismert, vannak az északabbra lévők, illetve vannak a mediterrán vidékeken élő cédrusfák, vagy Csontvári Koszka Tivadarnak a Magányos Cédrus című festménye is vélhetően azért ihlette meg magát a művészt, mert nagyobb jelentőséget tulajdonít neki. Nem csak a cédrusfák azok nyilvánvalóan, amelyek nagyon fontosak az ember, illetve az emberiség életében. Hogyha bemegyünk most manapság, vagy bármikor bementünk egy általános iskolai, vagy egy középiskolai biológia órára, környezetismeret órára, pont egy iskolában vagyunk, nagyon ritkán hangzik el az információ a fákról, ami még fontos lenne. Ugye tudjuk azt, hogy egyes fák meddig élnek, nyitva termő, zárva termő, milyen gyümölcse van, mire lehet hasznosítani az adott fát, mit lehet belőle készíteni, de arról nagyon, nagyon sok kevés szó esik, ha egyáltalán esik szó, tisztelet az olyan tanárnak, aki ezt esetleg megemlíti, hogy a fáknak aurájuk van, a fáknak kisugárzásuk van, és a fáknak egyéb hatásaik is vannak az emberre. Tehát, hogyha az ember utána néz, utána keres az interneten, hogy melyik fának milyen jelentősége van a lelki állapotunkra, vagy bármilyen problémánkra, akkor megtalálja bizony, itt csak néhányat soroltam föl, hogy a bükkfának óriási energiamezeje van, a hársfának nyugtató hatása, ugye nem hiába készítünk a hársfa virágából hársfateát, amely szintén egy ilyen nyugtató hatással szolgál. A nyírfa a benső látást erősítheti föl, a tölgyfa pedig erőt sugároz. Hogyha nézzük ezeket az internetes oldalakat, sok helyen tesznek javaslatot arra, hogy igen, legyünk bátrak, menjünk ki és öleljünk meg egy fát, vagy kerüljünk kapcsolatba, közelebbi kapcsolatba akármilyen fával, mert bizony hatással van a mi auránkra, a mi lelki állapotunkra, úgyhogy szerencsére ez az információ, ez a tudás egyre inkább teret nyer. Egyébként Anasztázia tanításai, és akkor most már rátérnék konkrétan az ő tanításaira, tehát a cédrusfán keresztül jutottunk el ugye hozzá. Tehát Anasztázia egyértelműen a teremtés mellett teszi le az ő voksát. Ugye manapság a tudomány, a vallások, az egyház képviselői sokat vitatkoznak azon, hogy evolúció volt, vagy ősrobbanás volt, vagy teremtés volt, sőt, ugye Nemere István barátomnak van egy olyan könyve, hogy evolúció, vagy teremtés, vagy pont, ugye, tehát ő szinte egy harmadik aspektust is megvilágít ezekből a lehetőségekből. Én azt gondolom, hogy mindenképpen ez az én hitem, mindenkinek a saját maga hite az, hogy most miben hisz. Én azt gondolom, hogy egy ilyen összetett rendszer, mint ami a világegyetem, ami a Föld, ami akár csak az ember, vagy ez a környezet, ami körülvesz bennünket, ez mindenképpen egy tudatos tervezésnek valahol az eredménye. Ugye Balogh Béla is nagyon sokat emlegeti ezt az előadásaiban. Tehát a teremtett világban Anasztázia tanításai szerint eredendően úgy lett minden megteremtve, és az ember is,
hogy az valamilyen szinten az embert szolgálja. Tehát az első embernek semmi más feladata nem volt a világon, mint meghatározza a dolgok rendeltetését. Tehát ő adott értelmet annak, hogy miért vannak bizonyos állatok, miért vannak növények. Tehát a Anasztázia elbeszélései alapján az derül ki, ami egyébként véletlenül egybevág a Bibliával is, hogy gyakorlatilag tényleg az embernek ez volt az első küldetése, hogy minden egyes dolognak az értelmét meghatározza. Nagyon érdekes történetek vannak leírva az Anasztázia sorozatban, ugye ő kint él a tajgában, az orosz kultúrában, illetve Oroszországban egyébként is a medvének egy különleges szerepe van, és én még az elején meghökkenve olvastam azt, amikor Anasztázia gyermekére medve vigyáz, és medvéhez bújik oda, és az első hallásra, első olvasatra a magamfajtákat, mert én sem voltam annyira elfogadó az elején ezekkel a történetekkel, meglehetősen furcsán olvastam, és azt mondtam, hogy na jó, hát akkor ezt osszuk el kettővel, aztán vagy igaz, vagy nem. De ahogy az ember a sorozat végére ér, gyakorlatilag a benne foglalt tanításokról egyikéről sem tudja azt mondani, hogy ez hülyeség, vagy ez hihetetlen lenne. Tehát Anasztázia tanításai szerint ugye az annak idején a védikus időkben gyakorlatilag az emberek és az állatok olyan harmóniában éltek, az ember nem evett húst, nem gyilkolt állatokat, az állatok sem gyilkolták le egymást, és egy teljesen másféle világban, másféle közegben élt az akkori ember. És itt most nem 2-3-4-5 ezer éves időszakokról, hanem több 10 vagy több 100 ezer éves időszakokról beszélünk. Tehát a mai történelemkönyvek ugye az emberi civilizációt azt apostrofálják mondjuk 5-10 ezer évre, de Anasztázia tanítás, illetve az Anasztázia sorozatból, meg egyéb tanításokból is kiderül az, hogy bizony az ember nagyon, nagyon régóta itt van ezen a világon. A képen egy mamut látható, és vannak ilyen érdekes párbeszédek Megre és Anasztázia között, és Anasztázia elmondja, hogy bizony annak idején az ember nem vadászott a mamutra, ahogy azt ma tanítják, hanem a mamutot gyakorlatilag házi állatként tartotta. Semmi értelme, tehát egyrészt kevesebb ember élt a világon, és semmi értelme nem lett volna elpusztítani az állatot, egyrészt mert nem ettek húst, másrészt meg nem is tudtak volna ekkora mennyiséggel mit kezdeni. Ugye ez megint nagyon sok mindenkiben kétségeket ébreszthet, hogy ez vajon így van, vajon nem így van. Ezt mindenkinek a maga szűrőjén kell átengedni ezeket az információkat, és valahol belül megéreznie, hogy ebben van-e igazság, vagy sem. Tehát én mondhatok bármit, nekem nem muszáj ilyen szempontból hinni, tényleg ez mindenkiben magában ébreszti fel azokat a gondolatokat, amely alapján helyre tudja tenni ezt a történetet. Én Anasztáziával kapcsolatban is egyébként úgy vagyok, hogy nem érzem úgy, hogy Anasztázia adott volna nekem valamit, vagy Megre, illetve a könyvsorozat. Tehát inkább ezek ilyen egyfajta felismerések voltak, hogy valahol én ezeket a dolgokat a lelkem mélyén tudtam, és ezek a gondolatok, amelyek ebben a könyvsorozatban megtalálhatók, ezek valahol már bennem voltak, és ez ettől lesz számomra hiteles. Egyébként visszatérve, még az elején elfelejtettem azt mondani, hogy az első kötetnek az alcíme az, hogy azok számára létezem, akik számára létezem. Ugye nagyon sokan megkérdezik tőlem, nem csak előadáson, hanem egyébként is a magánéletben nagyon sok beszélgetést folytatunk olyan emberekkel, akik szintén ismerik Anasztáziát, hogy vajon én mit gondolok, hogy Anasztázia létezik-e vagy sem. És el szoktunk odáig jutni a beszélgetésben, illetve én már a könyvolvasás során eljutottam, hogy amit mondtam az elején, én biztos vagyok benne, hogy Megre képtelen lett volna ezt a sorozatot önmaga megírni. Tehát mindenképpen kellett hozzá egy segítség, ez az én véleményem szerint Anasztázia volt, de gyakorlatilag azt a párhuzamot szoktam fölhozni, és lehet, hogy erőteljes a hasonlat, hogy ugye nagyon sokan Jézus létezésében is kételkednek, de én azt gondolom, hogy nem az a lényeg, hogy Anasztázia, vagy Jézus, vagy bármelyik nagy tanító élte, hogyan élt, mint él, hanem hogy azok a gondolatok, amiket ő megfogalmazott, vagy azok a dolgok, amik az ő hatásának köszönhetők, azok az mi életünkre milyen hatással vannak, illetve mi hogyan tudjuk ezeket befogadni. Mert innentől kezdve, hogyha hiszünk azokban a dolgokban, amiket ezek az emberek mondanak vagy állítottak, akkor már nincs jelentősége, hogy az adott ember létezett-e vagy sem.
Tehát itt igen, ezzel azt akartam jelképezni, hogy én nem hiszem azt, hogy a mamutra vadásztak annak idején az emberek, de hát ugye ez egy nagy kérdőjel. Ugye azt is említettem, hogy annak idején az emberek nem fogyasztottak állati eredetű, tehát nem gyilkoltak meg magyarul állatokat azért, hogy megegyék. Ez is nagyon sok vitára adhat okot a mai világban. Ugye nagyon sokan mondják azt, hogy már pedig az embernek húsra van szüksége, és a többi, és a többi, és a többi. Rám egyébként olyan hatással volt a könyvsorozat, én már előtte is gondolkodtam azon, hogy le kellene mondanom a húsfogyasztásról, és nagyon jó barátaim vannak olyanok, akik lemondtak erről, de nem azért mondtak le, mert tudatosság miatt, hanem egyszerűen az egészségű állapotuk olyan stádiumba jutott, pontosabban nem az egészségük, hanem megbetegedtek, hogyha nem mondtak volna le a húsfogyasztásáról, gyakorlatilag meghaltak volna. Erős Győző még nem tartott itt előadást, vagy nem tudom, hogy volt-e, az ő előadásai megtalálhatók fönt az interneten, de van egy nagyon, másik nagyon jó barátom Székelyföldön, egy lelkész barátunk, aki összeadott bennünket a párommal tavaly. Ő is gyakorlatilag bivajokat nevel, mangalicái vannak, nagy húsfogyasztó volt, elérkezett az életében egy olyan stádium, amikor az orvos azt mondta neki, hogy akkor most el kell dönteni, hogy vagy egy radikális, gyökeres életmódváltoztatást viszel véghez az életedben, és lemondasz a húsfogyasztásáról, vagy pedig nem sok jót jósolunk a jövőben. Egyébként ez is érdekes, tehát, hogy lehet azon vitatkozni, hogy húst kell fogyasztani, vagy nem kell fogyasztani, hogyha embereknek gyakorlatilag az menti meg az életét, hogy nem fogyaszt ezentúl húst, akkor el lehet gondolkodni azon, hogy vajon milyen igazságtartalma van. Tehát ott tartottam, hogy én is már régóta gondolkodtam ezen. Húsvét után volt az a pillanat, nem függ össze a húsvéttal, csak ide tudom apostrofálni. Tehát húsvét után, amikor hazajöttünk apámtól, és másnap ettem, meg harmadnap ettem, akkor azt figyeltem meg 2-3 napig, hogy én nem is ettem húst. Mondom, akkor most már poénból próbáljuk meg, hogy vajon meddig nem fogok húst tenni. Nem fogadtam, nem tettem ilyen nagy fogadalmat, hogy én ezentúl soha nem eszem húst, azóta kétszer ettem húst összesen, és abszolút nem hiányzik, itt vagyok, élek, nem érzek magamon változást egyébként, mert én előtte is rendben voltam, tehát nem nincsenek betegségeim, hanem valahol a tudatom mélyén érzem azt, hogy valahogy át kéne elfelé orientálnom az életemet, hogy ne egyek húst. Ugye? Ilyenkor elrettentő példaként még el szoktam mondani az Élelmiszeripar RT című filmet, nem tudom, látta valaki ezt az interneten? Ezt a filmet? Javaslom egyébként mindenkinek, így rákerestek a YouTube-on, hogy Élelmiszeripar RT, ezt a párommal megnéztük körülbelül egy évvel ezelőtt, és akkor fogalmazódott meg először bennem az a gondolat, hogy a húsfogyasztással valamit kellene kezdeni. Ez egyébként a filmből kivett képek, hogy manapság az élelmiszeripar, miféle húst tálal elénk, amelyiket nap mint nap fogyasszuk. Persze nyilván vannak kivételek, mert aki mondjuk egy multinacionális hálózatba veszi azt a nagyüzemileg előállított húst, az egészen más minőségű húst fogyaszt, mint az, aki mondjuk otthon nevelgeti a kis csirkéit vagy a disznóját, és annak az állatnak a testét fogyasztja el. A képen egy indián, vagy egy sámán, vagy egy indián látható, teljesen mindegy. Ezzel csak arra akarok utalni, hogy ugye gyerekkorunkban nagyon sok indián filmet láttunk annak idején, és láttuk azt, hogy az indiánok imádkoznak az elejtendő, vagy az elejtett állat lelkéért. Én azt gondolom, hogy ez a tanítás is ugyanaz a tanítás, amit Anasztázia is, illetve az Anasztázia időszakából, abból az ősi védikus civilizáció időszakából maradhatott fent, amikor még voltak olyan emberek, embercsoportok a világon, akik még érezték azt, hogy itt valami többről van szó, mint hogy egyszerűen legyilkolom, megeszem. Tehát gyakorlatilag az ő kultúrájukban elég sokáig fennmaradt az, hogy tényleg imádkoztak azért a lélekért, hogy a táplálékukul szolgáló állat, tehát gyakorlatilag elkérték az ő életét. Ugye ez szintén az Élelmiszeripar RT-ből néhány képkocka. Láthatjuk, hogy nem csak az állatokkal, illetve a hús üzemekkel kapcsolatban, hanem a növénytermesztéssel is eléggé furcsa stádiumba jutott a világ.
ez egy ökológiai lábnyomot hivatott jelképezni. Ugye azt mindannyian tudjuk, hogy azok, akik húst fogyasztanak, sokkal nagyobb környezeti károkat vagy ökológiai lábnyomot hagynak a világon, mint azok, akik növényi eredetű ételeket fogyasztanak. És itt most senkit nem akarok agitálni arra, hogy ezt vagy azt, ugye mindenki maga dönti el. Egyébként ennek az ökológiai lábnyomnak a jelentősége, majd mindjárt odaérünk ahhoz a részhez, ahol az egy hektáros öröklétről, tehát arról a szeretett térről fogok beszélni, amelyen Anasztázia is él, hogy ez tehát ez a legfontosabb tanítás. Az oldalamon látható egy mese is, ez a mese a paradicsomról, ezt én követtem el, és ezt föltettem a YouTube-ra. Gyakorlatilag tavaly jutottam el oda, hogy Anasztáziának az egyik legnagyobb tanítása, ami szintén az első kötetben egy párbeszédből derül ki. Anasztázia dédnagyapja azt mondja, hogy az ember képes a saját kertjében olyan növényeket ültetni, amely őt minden betegségéből kigyógyítja. És akkor Megre visszakérdez, hogy mindenből, még az AIDS-ből is? És akkor a dédnagyapa csak annyit mond, hogy mindenből. Anasztáziának a tanítása szerint ugye az ember elveszette a kapcsolatot azzal a természettel, amiben ő él, és van egy olyan érdekes rész a könyvben, amikor elmeséli azt, hogy hogyan kellene nekünk most ezeket a magokat előtetni. És én ezt ki is próbáltam, ugye mondjuk fogunk egy paradicsommagot, néhány percre, 9 percet mond, de nem hiszem, hogy ennek olyan jelentősége van. Tehát egy viszonylag rövidebb időre a nyelvünk alá kell tennünk ezeket a magokat. Utána a magot úgy kell elültetni, akár cserébe, akár szabadföldön, hogy utána 3 napig nem locsoljuk, tehát ennek is megvan, mindjárt mondom a jelentősége. A kiültetésnél a tenyerünkkel alakítjuk ki azt a földterületet, ahova ültetjük, vagy bele is állunk a lábunkkal. Ennek mind olyan fontos információ átadó szerepe van, és ugye itt a moksa cseppnél ugye elhangzott az, hogy az információ kerül be a vízbe. Tehát az emberi nyál, tehát én ezt így végig gondoltam logikusan, és nem tudtam belekötni. Tehát a mag kapcsolatba kerül az emberi nyállal. Az emberi nyál tartalmazza a testünknek minden egyes információját. Ha ez az információ bekerül a magba, a mag pontosan fogja tudni, hogy milyen betegségeink, milyen problémáink vannak. Ha ezt a magot elültetjük, utána gondozzuk, kapcsolatban maradunk a növénnyel mindaddig, amíg az felnő, gyümölcsöt ereszt, akkor ez a mag olyan gyümölcsöt, illetve ez a növény olyan gyümölcsöt fog gyakorlatilag nevelni, amely az adott embernek valamennyi betegségére gyógyírként szolgálhat. Nyilvánvaló, hogy ez túl egyszerű lenne, hogyha csak ez működne, mert azért ennek még nagyon sok összetevője van, és az egy hektáros öröklétnél ki is fogunk erre térni. Mit jelent az, hogy egy hektáros öröklét vagy szeretett tér, ami Anasztáziának az egyik legfontosabb tanítása? Gyakorlatilag az egy hektár nem azért, mert foci VB van, nem azért tettem ezt a képet ide. Egyébként az előadást is úgy tettem, hogy 2x45 perc plusz hosszabbítás, mert hogy két részből áll. Hanem az egy hektáros létet az körülbelül így kell elképzelni, hogy egy hektár az 100x100 méter, egy hivatalos focipályának a mérete az 90x120 méter körülbelül. Tehát egy ekkora területről beszélünk. Anasztázia azt mondja, hogy minden egyes embernek, aki a világon él, gyakorlatilag meg kellene teremtenie magának ezt az úgynevezett szeretett teret, amit körülbelül egy hektárban határozunk meg. Ezen a szeretett téren kellene gyakorlatilag minden élelmét, saját élelmét megtermelnie, itt kellene élnie, és majd rá fogunk térni egyébként, hogy Magyarországon lenne erre lehetőség, a világon mennyi lehetőség van erre. Az előadás vége felé, amikor már egy picit konkrétabbak leszünk ilyen téren, akkor el fogom ezeket mondani. Ez egyébként a mi szeretett terünk lesz a párommal. Én most jelenleg ugye Budapesten élünk egy albérletben, panelban, de most már megszületett az elhatározás, hogy abban a székely kis faluba fogunk költözni legkésőbb jövő tavasszal, ahol tavaly az esküvőnk is volt, és ez annak a kertnek az egyik részlete, mert mi is szeretnénk ezt az egy hektáros szeretett teret kialakítani. Nyilvánvalóan a szeretett térnek egyéb
aspektusai is vannak, tehát túl azon, hogy élelmet termelünk, minden egyes dolgot próbálunk ott majd megtermelni, illetve megteremteni magunknak. Anasztázia nagyon sokat mesél a különböző kötetekben az esküvő szertartásáról, tehát az esküvői szertartásról. Annak idején a védikus időkben, amikor két fiatal egymásra talált, ugye annak idején még nem voltak országok, nem voltak nagyvárosok, nem voltak városok. Az emberek kisebb-nagyobb közösségekben éltek, kisebb-nagyobb településeken, és gyakorlatilag, amikor két fiatal egymásra talált és elhatározták, hogy összekötik az életüket, akkor az első időszak az arról szólt, hogy elmentek ott a környéken, és megkeresték azt az egy hektáros teret, ahol ők az életüket szeretnék leélni. Tehát kiválasztották, hogy igen, ez alkalmas lesz, és gondolatban elkezdték megtervezni azt a területet, hogy igen, ott fog állni a ház, ott lesz a kis tavacskánk, itt ilyen növény lesz, ott olyan növény lesz, és a többi, és a többi, és a többi. Ezután miután ez az ismerkedés úgymond megtörtént, végigjárták a rokonokat, barátokat, ismerősöket, elmesélték nekik az ő elhatározásukat, ugye ez manapság is így szokott nagyjából zajlani, hogy igen, ők összekötik az életüket, és gyakorlatilag maga az esküvői szertartás is ezen a szeretettéren zajlott. Annak idején nem voltak templomok, nem voltak önkormányzatok, nem voltak ilyen házasságkötő termek, gyakorlatilag a két embernek az esküvése ezen a szeretett téren zajlott le úgy, hogy az adott napon, a kitűzött napon erre a térre, ezen a téren ők megjelentek ott a barátok, rokonok, ismerősök, és gyakorlatilag ott, ezen a téren, ahol az ő életüket elképzelték, ott kötötték össze az életüket egyfajta esküvéssel. Ugye a következő kép, mindannyian voltunk már esküvőn, és látjuk azokat a ceremóniákat, amik ezeken az esküvőkön lezajlanak. Itt a kilépő ifjú párra ugye rizsszemeket szoktak dobni. Hadd kérdezzem meg, hogy tudjátok-e, hova vezethető vissza ez a rizsdobás? Tehát tudja valaki? Mert ugye azt szokták mondani, tudja valaki? Most aki olvast az Anasztáziát, az nem mondjam, azt tudja. Ugye azt szokták mondani, hogy ezzel akarják a gyermekáldást, meg az egyéb dolgokat elősegíteni. De gyakorlatilag az esküvői szertartás az úgy zajlott le, hogy amikor összegyűltek a barátok, ismerősök, rokonok, akkor ők már tudták azt, hogy az ifjú párnak mire van szüksége. Vannak, akik magokat hoztak. Voltak, akik növényeket, kisállatot, ezt, azt, amazt. Az esküvői szertartás úgy zajlott le, hogy az ifjú pár minden ismerősnek megmondta, hogy igen, azt a fát, azt odaültesd, azt a dolgot odatedd, erre, arra. Tehát maga az esküvői szertartás egy teremtés volt. Tehát ezen a szertartáson, és a magnak a rizsszem a magot jelképezi, tehát ezt a magvetést jelképezi, csak ugye most már nagyon sokan nem emlékszünk rá, és erre Anasztázia világított rá, gyakorlatilag egy olyasfajta, nem tudok más szót mondani, teremtés zajlott le magán az esküvői szertartáson, amire az ember hivatott. Tehát ott az alatt a pár óra alatt ebből a térből egy valódi szeretett tér kezdett el kialakulni, ahol meglettek ezek a növények, meglettek a kisállatok, sőt az elkövetkezendő 2-3 napban a násznép, a barátok, a rokonok, az ismerősök felépítették az ifjú párnak a házát. Tehát ugye ezt a fogalmat azért ismerjük, a kaláka fogalmát az elmúlt évszázadokból, hogyha egy faluban valaki összeállt, akkor jöttek a falusiak és együtt fölépítették az ifjú pár házát, aztán ő ment segíteni. Ez ezekből az időkből maradt meg, úgyhogy ezen sajnos ez most már kiveszőben van. Tehát ugye meséltem arról, hogy ennek a szeretett térnek a kialakulása így kezdődött el, hogy először ők gondolatban megtervezték, aztán a gyakorlatban is elkezdték megvalósítani. Anasztázia azt tanítja, hogy ha visszaugrunk egy picit a történetben, hogy manapság ugye különböző népek, különböző emberek, különböző tudatossággal létező társadalmak a gyermek születését különböző időpontokra teszik. Van, ahol azt mondják, hogy igen, most született meg, akkor beírjuk a nagykönyvbe, hogy ez a gyermek születésének a pillanata.
Van, ahol vannak olyan népek a világon, ahol a fogantatás pillanatát tartják fontosnak, illetve van olyan afrikai törzs, ahol azt mondják, hogy a gyermek születésének az a pillanata az a pillanat, amikor az édesanya először gondol a gyermekére. Ez a gyermek születésének a pillanata. Anasztázia azt mondja, hogy a gyermek születésének a pillanata az, amikor az összeházasodni kívánó férfi és nő először kezd gondolni arra, hogy nekik gyermekük lesz. Először kezdik gondolatban megfogalmazni, hogy független attól, hogy nem tudják, hogy fiú vagy lány lesz, hogy miféle gyermek, hogy egyáltalán lesz gyermekük. Anasztázia azt tanítja, hogy a gyermek fogantatásának is ezen a szeretet téren kell megtörténnie. Sőt, tovább megy, azt mondja, hogy ha a gyermek megfogant, akkor az anyának ezen a szeretett téren kell 9 hónapig maradnia, csak az ott általuk termelt ételeket fogyasztani, és utána is, miután a gyermek megszületik, ezen a szeretett téren kell gyakorlatilag majd, hogy nem a gyermeket egy bizonyos ideig nevelni, felnevelni. Tehát ezek olyan tanítások, amiket így az ember elolvas a könyvbe, és akkor így a fejéhez kap, hogy Úristen, de messze vagyunk ezektől a tanításoktól a mai társadalomban. Ugye erről beszéltem, hogy az anyának ott kell ezen a szeretett téren lennie. Nagyon sokat mesél Anasztázia a gyermeknevelésről. Ugye Megre próbálkozik mindenféle, mert Megrének és Anasztáziának gyermeke születik, a gyermek ott nő föl ezen a szibériai szeretett téren. Megre alkalmanként látogatóba megy hozzá, és néha ilyen műanyag kütyüket, meg ilyen játékokat próbál a gyermekhez vinni, és Anasztázia mondja neki, hogy fölösleges, mert a gyermek nem arra vágyik, hogy élettelen tárgyakkal kezdjen el foglalkozni, hanem az élő természetet kezdi el megismerni, játszik a medvével, a farkassal, a növényeket, bogarakat vizsgálja, mert a szellemi fejlődése tekintetéből sokkal fontosabb, hogy élő és természetes dolgokkal találkozzon, mint hogy a civilizáció mesterséges tárgyai vegyék körül. Ugye az elején már említettem azt, hogy Anasztázia egyértelműen a teremtés mellett teszi le a voksát, illetve Anasztázia nem egy helyen visszatér magára a reinkarnációra, vagy az élet örökös körforgásának a tényére is. Nagyon sok érdekes példatörténet van leírva a könyvben, mert a könyv nem csak arról szól, hogy a kettőjük milyen a kapcsolata, meg nem csak ilyen nagy tanításokat tesz közé, hanem nagyon sok olyan kis történet is van benne, amiket hát én bevallom, megkönnyeztem nem egyet, nem kettőt. Ha beszéltünk itt a születésről, beszéltünk az esküvői szertartásról, és beszéltünk az élet örök körforgásának a tényéről, óhatatlanul meg kell említeni a halálnak a tényét, illetve a temetésnek a mi voltát is. Ugye Anasztázia azt mondja, hogy annak idején a védikus civilizációban nem léteztek klasszikus értelemben, mai értelemben vett temetők. Annak idején az embereket, hogyha kivitték a város szélére, vagy a falu szélére, olyanokat vittek ki, akikről nem tudták, honnan származik, stb. De gyakorlatilag minden embert a saját szeretet terén temettek el. Nem állítottak neki kőből síremléket, hanem ültettek oda egy fát, vagy már az életében rendelkezett az ember arról, hogy engem az alá a fal alá, vagy ide és oda temessetek el. Nagyon drasztikusan úgy fogalmaz Anasztázia, hogy a mai temetők azok olyan, mintha az emberek a szemetet kivinnék a valahova a szemétdombra, és eltennék oda. És amikor ezeket olvastam, akkor én is arra gondoltam, hogy bizony én sem biztos, hogy mondjuk egy temetőben szeretnék nyugodni, hanem milyen jó lenne, hogyha van egy ilyen szeretetterem, akkor ott helyezzenek engem örök nyugalomra. Nagyon sok érdekes történet is van ezzel kapcsolatban, szintén a reinkarnációval összefüggésben. Van egy ilyen kis történet, hogy mesélnek arról egy kicsi fiúnak, hogy amikor az ők nagyapád élt, akkor ezt a fát ezért és ezért ültette ide, és akkor a kisfiú megszólal, de hát én nem is azért ültettem ide. Tehát ez egy ilyen kis csavar a történetben, hogy valójában ő reinkarnálódva visszatért ugyanabba a családba, amelyikben egyszer már élt.
A Vlagyimir Putyin képét azért tettem ide, mert több kötetben is említésre kerül az, hogy olvasók, nagyon sok olvasó fordul levélben Vlagyimir Putyinhoz, hogy az egy hektáros törvény, tehát ennek a szeretettérnek a törvényét iktassák törvénybe Oroszországba, de Putyin nem csak ezért érdekes, hanem van egy olyan kötet, ami a Családkönyve címet viseli, és Oroszországban elkészültek az első olyan kötetek, az első úgynevezett családkönyvek, amelyek megjelentek nyomtatásban. Ennek azért van jelentősége, mert ugye manapság, ha bárkit megkérdezünk, és tisztelet a kivételnek, hogyha azt megkérdezzük tőle, hogy na jó, akkor meséld el, hogy mit csinált az ők nagyapád, mivel foglalkozott, hol élt, mint élt, akkor nagyon kevesen tudjuk, még a nagyapáinkat tudjuk, még talán a dédnagyapáinkat, dédszüleinket is tudjuk, hogy kik voltak, de gyakorlatilag nagyon kevés olyan ember van ma a világon, aki a saját családját visszatudja akár csak 200 évre vezetni. És akkor beszélhetnénk arról, hogy több száz évről, hogy honnan származunk, kik voltak az őseink. Ugye az iskolában tökéletesen megtanítják azt, hogy a nemzet vagy a világnak a nagyjai mint éltek, tudjuk az évszámokat, mikor született, ki volt a felesége, mi volt a kedvenc itala, stb. Még ilyeneket is néha megjegyzünk, de az, hogy a saját családfánk miféle volt, azt nem tudjuk. Anasztázia azt mondja, hogy minden egyes embernek a világon neki kellene állnia a saját családkönyvének a megírásának. Tehát, hogy megírja a saját családkönyvét, amit majd gyermekről gyermekre tovább ad, és több, sok-sok generáció után gyakorlatilag nem csak egy történelemkönyvet fog majd az illető a kezében fogni, hanem pontosan fogja tudni azt is, hogy az ő családjával, az ő családja miféle életet élt ezen a világon. Itt most ugrunk egy picit, tehát itt nagyjából próbáltam érzékeltetni az elmúlt percekben azt, hogy ennek a szeretett térnek milyen jelentősége van. Ugye a születéstől a halálig végig lehet vezetni ennek a szeretett térnek a jelentőségét. Anasztázia és megyéb tanítók is nagyon sok gondolatban hívják fel a figyelmet az önismeretre, az egyéni tudatosságunkra, és általában az ember végigéli az életét úgy, sok esetben, hogy nem tudja meghatározni a saját életét, hogy ő mi végre van ezen a földön, mi az ő élete célja. Általában akkor tesszük fel magunknak ezeket a kérdéseket, amikor valamilyen krízis helyzetbe kerül az életünk. Tehát én saját példámból tudom, hogy mikor voltak ezek a pontok, és nem érdekes, most már nem érdekes, de mondhatjuk azt, hogy érdekes módon nekem mindig könyvek voltak azok, amelyek az adott helyzetben kisegítettek az adott problémából. Általában ugye rohanással töltjük az életünket, és a nagy kérdéseket akkor ilyenkor tesszük föl. És hogyha a könyvekről beszélünk, talán az első, az Müller Péter volt nekem a Benső mosolyával, ami 1996-ban a kezembe került egy ilyen magánéleti válság során, és akkor nagyon sokat tudott nekem adni, de említhetnénk Deepak Choprát vagy Balogh Bélát. Ugye nem tudom, hogy ki milyen önismereti úton jár, nyilván azok, akik itt ülnek, valamilyen szinten próbálnak az életükön változtatni, vagy információkat begyűjteni, nem csak az én előadásomból, hanem a Moksa Cseppel kapcsolatban is. De mi azt tapasztalom, hogy a mai világban egyre többen keresik az utat, mert ugye egyre jobban látjuk azt, hogy ez a világ ilyen módon fenntarthatatlan, egyre jobban megkérdőjelezzük, hogy az, amit a társadalom, az iskola, vagy akár adott esetben a család is ránk erőltet, az vajon mennyire helyes, mennyire helytálló. Mondom, nekem volt Müller Péter, Deepak Choprának említhetném az élethét törvényét, de Balogh Bélának a végső valósága, vagy a tudatalatti 10 parancsolata, az nagyon meghatározó volt az én életemben is. Az iskolában általában nem tanítják, sőt nem általában, egyáltalán nem tanítják az ok-okozati összefüggéseket, amiről Balogh Béla nagyon sokat szokott mesélni. Önismereti kérdésekkel nem tudom, mennyire foglalkoznak manapság az oktatásban, nem nagyon. Ugye az oktatás célja az, hogy kockákat neveljünk a gyerekekből, akik minél jobban beleilleszkednek az adott társadalmi rendszerbe, és minél kevesebb kvázi gond van velük, éljék azt az életet, amit a társadalom elvár tőlük. A képen Mihály Petrovics Szecsinyin látható,
Ő létrehozott Oroszországban egy úgynevezett életiskola nevű oktatási központot, vagy oktatási helyet. Nem tudom, ki látta az Orosz Életiskola című kisfilmet, jó van, sokan látták, azért egy páran látták. Én amikor láttam, ezt csehek csináltak a 90-es évek végén, és ezt az iskolát mutatják be, azt kell tudni az iskoláról, hogy 10, 12, 14, tehát viszonylag egy széles spektrumú korosztály jár ebbe az iskolába, és a benne megnyilatkozó gyerekek, tehát döbbenetes volt, ahogy meséltek az életről, a földről, egymás szeretetéről. Egy teljesen új minőségű dolgot láttam itt, és azt gondoltam, hogy amikor lesz nekem gyerekem, akkor azt szeretném, hogy ilyen iskolába járjon. Az iskolát úgy kell elképzelni, hogy a gyerekek maguk építették fel gyakorlatilag az iskolát, ők látnak el benne minden feladatot, nem ilyen osztályok vannak, mint ahol hogy a tanárbácsi vagy tanárnéni kint áll elő, a gyerekek meg így figyelnek 45 percen keresztül, hanem gyakorlatilag közösen tanulnak. Pont te mondtad, ugye a párom mondta, hogy leginkább a Waldorf módszerhez hasonlítható az ott folyó oktatás, de azért azon egy picit túlmutat ez a dolog, és azt kell tudni az iskoláról, hogy egyszerűen zseniket képez. Tehát olyan szinten minden téren az ott lévő gyerekek adott területeken olyan professzionális szintre jutnak el, ami a mai oktatási rendszerben úgy gondolom, hogy képtelenség. És azért kapcsolódik ide, mert az egyik kötetben Megre látogatást tesz ebben az iskolában, és ebben az iskolában teljes mértékben ugye Anasztázia szellemében folyik az oktatás, a környezettudatos életmód. Most már Magyarországon is egyébként van ilyen kezdeményezés, sőt, Tihanyi Rékáéknak nem olyan régen jelent meg a Balaton felvidéken, ők ott élnek, az Életiskola nevű című könyvük, és maguk is próbálnak létrehozni ilyet. A világban egyre több lesz talán ezekből a típusú iskolákból. Itt látható a dokumentumfilmből egy picit homályos a kép, mert ilyen minőségű a dokumentumfilm. Itt a gyerekek maguk építik az iskolát, ők díszítették. Itt látható, hogy minden egyes fázisban részt vesznek. Tehát túl azon, hogy egy másfajta gondolkodás alakul ki így bennük, gyakorlatilag még különböző szakmákat is szereznek. Anasztázia a másik legnagyobb tanítása az én értelmezésem szerint az emberi gondolkodás. Ugye már többször utaltam arra, hogy minden itt kezdődik az emberi gondolatnál. Tehát a gyermek megszületése hol kezdődik az emberi gondolkodás, tehát az első, amikor az első gondolat kipattan a fejünkből, hogy gyermekünk legyen. Anasztázia azt mondja, hogy annak idején a védikus civilizáció emberének a gondolkodása sokkal gyorsabb volt, mint a ma emberének a gondolkodása. A mai ember gondolkodását nagy mértékben lassítja akár a táplálkozás, akár a környezeti hatások, de nagyon sok minden. Ahhoz, hogy vissza tudjunk valamilyen szinten térni önmagunkhoz, tehát ahhoz az emberhez, amelyik teremtőként teremtetett erre a világra, és egy sokkal jobb minőségű életet élt annak idején, és jobb minőségű életet kezdhessünk el élni, a gondolkodásunkban kell rendet tenni. Ugye a Moksa csepp is, hogy megint utaljak erre, a rezgésével ezt próbálja ugye elősegíteni. Tehát a legnagyobb jelentőséget ugye ő is az emberi gondolkodásnak tulajdonítja. Számtalan helyen említi meg azt is, hogy nem csak az egyes embernek a gondolkodása fontos, hanem hogyha több ember kollektív gondolkodása hogyan befolyásolhatja akár az ember, az emberiség, egy kisebb közösség vagy egy nagyobb közösség jövőbeni helyzetét, mert ugye, hogyha többen gondolkodnak azonosan, beszéltetek az 1%-ról, akkor az exponenciálisan fog növekedni annak a hatása. Tehát, hogyha egy ember gondol valamire, annak van egy bizonyos hatása. Ha 10 ember áll össze ugyanazzal a gondolkodással, akkor nem 10-szeres, hanem többszörös lesz annak a hatása. Annak idején szintén visszautalok az indián filmekre. Ugye láttuk azt, hogy az indiánok esőtáncot járnak, és jót mosolyogtunk rajta, hogy na, az indiánok biztos ilyen bugyuták, azt gondolják, hogy ha majd ők esőtáncot járnak, akkor el fog eredni az eső.
Anasztázia nem egyszer leírja azt a történetet, hogy a védikus civilizáció embere, hogyha olyan időjárási körülmények voltak, hogy szárazság volt, akkor többen összeálltak, kimentek, és a gondolataik erejével megteremtették az esőt. Tehát gyakorlatilag az, amit az indiánok esőtáncként jártak, az nem egy bugyuta rítus, hanem valahonnan az ősidőkből származó olyan tudás, ami így maradt meg náluk. Tehát gyakorlatilag, ugye, ha abból indulunk ki, hogy az ember, mint teremtő, azért van jelen a Földön, hogy meghatározza minden egyes dolognak a létét, a működését, akkor a gondolatai erejével, ugye, ami a gondolat ereje, Anasztázia is ezt mondja, hogy a legerősebb energia a világon az emberi gondolat ereje. Akkor mitől ne tudná mondjuk az időjárást befolyásolni? Ugye van az a klasszikus internetes kis történet, hogy az emberek kimentek a mezőre, hogy imádkozzanak az esőért, de csak egy kislány hozott magával esernyőt. Tehát ugye a gondolkodáson túl a gondolkodásunkban való hit is meghatározza azt, hogy milyen minőségű lesz az a változás. Tehát hogyha nem hiszünk a gondolataink teremtő erejében, akkor fabatkát sem ér az egész. Egyébként a gondolkodás nagy mértékben összefügg a képalkotás, az emberi agyban, a gondolatainkban történő képalkotásunkkal. A magyar nyelv számtalan esetben csodálatosan kifejezi ezeket a dolgokat. Amikor azt mondjuk, hogy képesek vagyunk rá, képességünk van, akkor az azt jelenti, hogy a fejünkben megvan az a gondolat, hogy ez megtörténhet. Tehát ugye van egy olyan mondás is, hogy minden, amit el tudsz képzelni, az lehetséges. És ezért fontos, hogy egyre tudatosabbá váljunk a gondolkodásunkba. Ez egyébként nagyon, nagyon nagy önfegyelmet is kíván, én ezt magamon tapasztalom, mert hajlamos az ember a szokásainak, az elmúlt évek, évtizedeknek a berögzött metódusaiba beleragadni, és hajlamos rosszul gondolkodni. De ezt tudatossággal és önmagunkra való odafigyeléssel, ezt én azt gondolom, hogy nem könnyedén, de meg lehet változtatni. Az emberi gondolat erejéről, nem tudom, ki találkozott már Dr. Masaru Emoto professzornak a könyvével, a víz rejtett bölcsességével, vagy nem tudom, hányan láttátok a Mi a csodát tudunk a világról című kis dokumentumfilmet. Ugye abban is van egy kis rész arról, hogy Dr. Masaru Emoto nem csinált mást, mint vízkristályokat fagyott állapotban a kristály szerkezetet lefényképezte. Lefényképezte nagyon szennyezett víznek a kristályképét, és utána kísérletet végeztek, hogy mondjuk buddhista szerzetesek, vagy nem tudom, szerzetesek imádkoztak ennél a víznél, és utána lefényképezte ugyanannak a víznek a szerkezetét ezután is, és drasztikus változás állt be. A könyvben egyébként nagyon sok fényképes példa bizonyítja, hogyha beteszünk mikrohullámúba egy pohár vizet, akkor előtte milyen a kristály szerkezete, utána milyen a kristály szerkezete. Nagyon sok, itt vannak egyébként ezek ezek a kis képek, amik elég jól illusztrálják, és talán a szkeptikusokat és a picit a materializmus felé hajlókat is meggyőzhetik arról, hogy ez a dolog működik. A világon több százezer ember végezte el azt a rizs kísérletet, amire szintén Masaru Emoto hívja föl a figyelmet. Nem tettek mást, mint vízben főtt rizst beletettek egy üvegbe, az egyikre ráírták, hogy köszönöm, a másikra nem tudom, mit jelent. Micsoda? Buta, hülye. Tehát lényeg az, hogy két ellentétes hatású kifejezést tettek rá, és megfigyelték azt, hogy milyen hatása, pusztán az, hogy ez a szöveg szerepel rajta, milyen hatással van a rizsre. Mások egyébként ugye ugyanez, tehát utállak, szeretlek, és megfigyelték, hogy 27 nap elteltével pusztán ez az információ, amit rátesznek üzenetben az üvegre, milyen hatást ér el. Ezt találtam az interneten, ezt vicces, hogy egy házi kedvenc vagy az amerikai elnök, ez érdekes lenne egyébként magyar politikusokkal is lehet megcsinálni, hogy ha oda tennénk, akkor miféle változást okozna mondjuk a rizsben.
Ismét vissza kell térnem Balogh Bélára, ugye a Moksa napon ő előadó is lesz. Én nagyon szeretem Bélát, és gyakorlatilag a tudatalatti 10 parancsolatával nagyon sokat segített nekem is, és szerintem nagyon sok tízezer vagy száz, akár százezer embernek. Ez egy olyan kis meditációs hanganyag, egy félórás hanganyag, ami gyakorlatilag az interneten elérhető. Én azt tettem, hogy rátettem a telefonomra, és hónapokon keresztül minden este elalváskor bedugtam a fülembe, hallgattam, és én érzem, tehát éreztem nagyon, nagyon egy idő után éreztem, hogy nyugodtabbá váltam, már nem idegeskedtem annyit dolgok miatt, tehát érezhető a hatása. Ugye azért tudatalatti 10 parancsolata, mert nem muszáj tudatosan hallgatni. Tehát, hogyha az ember este berakja a fülébe, elalszik, nem probléma, lefut egy csomószor a hanganyag, és a tudatalattiára fog hatni. Ugye az emberi gondolkodás fontosságáról beszélünk, arról beszélünk, hogy muszáj tudatosan és muszáj önfegyelemmel gondolkodni, de ezek a tudatalatti meditációs hanganyagok, ezek segíthetnek ebben. Ugye Béla azt szoktam mondani, hogy úgy kell elképzelnünk, mint egy számítógépes szoftver, tehát vannak vírusok, amik a háttérben működnek, nem is tudjuk, hogy működnek, csak azt látjuk, hogy a gépünk nem működik. Na most ugyanúgy kell elképzelni a tudatalattiban működő futó programokat is, hogyha olyan programok futnak bennünk, amelyek belénk kerültek valamikor, akár gyerekkorunkban, vagy bármikor, ezeket ki lehet cserélni egy úgynevezett jó értelembe vett agymosással. Egyébként én nem csak Balogh Bélát hallgatom most már, hanem én is magam is készítettem ilyen kis ilyen hanganyagokat. Egyrészt csináltam egy ilyen földmeditációs hanganyagot a földnapjára annak idején, illetve egy ilyen napindító meditációt is, egy ilyen 5 perces hanganyagot elkészítettem, ami videóként is és hanganyagként is letölthető az emberiség.hu-ról. Ugye beszéltünk itt karmáról, visszatérő életekről, beszéltünk oktatásról, hogy mennyire tanítják az iskolában az okokozati törvényeket, az, hogy minden egyes gondolatunk, minden egyes cselekedetünk visszahat a saját életünkre, mindaz, ami az életünkben történik, annak mi magunk vagyunk az előidézői, akár ebben az életünkben, akár korábbi életünkben, de gyakorlatilag ezt sehol nem tanítják, és amíg az emberek nagy részében ez nem tudatosodik, addig ez a világ nem is fog szerintem jó irányba változni. Azt szoktam mondani egyébként viccesen, hogy Isten döntetlenre játszik, ez egy nagyon jó kis mondás. Ugye ez semmi más nem takar, mint hogy amennyit beleteszünk a világba jót, annyit kapunk vissza, amennyi rosszat, annyi rosszat fogunk visszakapni. Tehát a világ egyensúlyra törekszik minden törvényében, ez látszik, hogy mindenhol egy egyensúlyi állapotnak kell lennie. Mitől lenne más ez alól a mi életünk? Tehát mitől lenne kivétel ez alól a mi életünk? El szoktam mesélni Ilan Ramonnak a történetét. Ugye Ilan Ramon az izraeli légierő vadászpilótája volt annak idején, számtalan bevetésen vett részt, palesztin településeket bombázott, sikeres pilótaként szolgált, vélhetően Izrael államban ő egy megbecsült hős volt, tehát a nemzetnek a hőse, és megadatott neki az a lehetőség, hogy a Columbia űrrepülőgéppel Izrael első asztronautájaként a világűrben ő képviselhette Izrael államot, mint űrhajós. Ugye a Columbia űrrepülőgép a földre való visszatérésekor sajnálatos módon darabjaira robbant, mert megsérült valami hőpajzs a felszálláskor, nem tudom pontosan a történetet. Lényeg az, hogy Ilan Ramon, aki egyébként tűzhalállal pusztította el számtalan palesztin életet, maga is tűzhalállal halt meg, és a történet pikantériája az, hogy mindez az Egyesült Államokban egy Palesztine nevű település felett történt. Aki nem hisz a véletlenekben, hisz a véletlenekben, mondhatja azt, hogy hát ez biztos véletlen, ez mindenkinek a fantáziájára bízom, hogy ez mit tanít. Ugye itt azok az asztronauták, azok az űrhajósok láthatók, akik szintén életüket vesztették ekkor ennél a visszatérésnél. Nem tudjuk, hogy az ő korábbi életeik milyenek voltak, illetve mi miatt kellett mondjuk ezt a halált megélniük, de hogyha okozati összefüggésből, karmából indulunk ki, és abból indulunk ki, hogy a világon semmi nem véletlen,
akkor vélhetően az ő haláluk sem volt sajnos véletlen. Tehát nehéz erről így beszélni, de muszáj ezt a megközelítést is szem előtt tartani. Igen, készítettem egy kis videót, ez a szerződés, ami gyakorlatilag barátaimnak, nem barátaimnak, ismerőseimnek, bárkinek el szoktam küldeni az interneten születésnapján. Ez gyakorlatilag ezeket a karmikus törvényeket foglalja össze egy picit ilyen vicces formában. Tehát lényeg az, hogy a leszületésünkkel egyfajta szerződést kötünk magával az élettel, önmagunkkal, arra vonatkozólag, hogy az élet feladatunkat hogyan teljesítjük, és milyen lehetőségeink vannak, illetve hogyan kellene élnünk ezen a világon. És ismét visszautalok arra, hogyha az iskolában tanítanák a gyerekeknek az okozat összefüggését, akkor én biztos vagyok benne, hogy emberek nem mennének katonának, hogy más embereket gyilkoljanak, és akkor még lehetne sorolni, hogyha az ember pontosan tisztában lenne azzal, hogy amit ő ad, azt vissza is kapja, akkor mennyi minden dolog nem történne meg a világon, sőt, mennyi minden jó dolog történne meg a világon. Az Anasztázia sorozatban nagyon sokat beszél az emberiség történelméről. Beszél a védikus civilizációról, de beszél a mostani emberiség történetéről is. Az egyik kedvenc történetem Kratiosznak a története, aki olvasta a könyvet, az emlékszik rá. Kratiosz egy egyiptomi pap volt, aki gyakorlatilag felügyelte az egyiptomi társadalomnak a működését. Ugye az egyiptomi társadalom úgy működött, hogy nagyon sok rabszolga volt, akik nap mint nap hordták a köveket, építettek ezt, azt, amazt, és volt fölül egy uralkodó réteg, papok, fáraó, stb. És Kratiosz azt tapasztalta, hogy egyre nagyobb az elégedetlenség a rabszolgák körében, ezért 2-3 napra ő, mint Mátyás király annak idején nálunk, áruhába bújva, bilincsbe verette magát, és a rabszolgák közt elvegyülve maga is hordta a köveket, hogy közben információt szerezzen arról, hogy a társadalom éppen milyen állapotban van. És azt tapasztalta, hogy bizony ez a társadalom már robbanás előtt van, és előbb-utóbb az ott tapasztalható elégedetlenségnek köszönhetően szét fog robbanni, és el fogja söpörni a papságot, a fáraó, tehát mindazokat az embereket, akik a piramis hatalmi csúcsán helyezkednek el. Utána visszajött a rabszolgák közül, elvonult gondolkodni, és kitalált egy jó dolg, egy ilyen huszárvágás, vagy egy ilyen ötletet, hogy hogyan tudná ennek mindennek elejét venni. És egyik este kiálltak ugye a rabszolgák elé, és bejelentették, hogy emberek, holnaptól eltöröljük a rabszolgaságot, mindenki leveheti a bilincsét, megszűnnek az őrök, megszűnnek a rabszolgák, ez a társadalom így, ahogy van, nem így fog tovább működni, viszont minden egyes embernek, aki, és most a követ jelképesen értsük, aki a követ elviszi A-ból B-be, annak egy aranyat fogunk adni. És akkor először a vezetőség az megdöbbent, hogy Úristen, mi lesz ebből, de másnap azt tapasztalták, hogy az emberek levették ugyan a bilincseiket, de ugyanazokat a köveket, amit előtte rabszolgaként hordtak, megkétszerezett erővel kezdték el A-ból B-be cipelni, hogy azt az egy aranyat, vagy azt az egy tallért, amit kapnak érte, azt megkapják. Őrök is fogták magukat, és beálltak, és cipeltek, és volt, akik kettesével hordták a köveket. Ez a példatörténet azt meséli el, hogy az emberi társadalom az ókori rabszolgatató társadalomtól a maiig mennyit fejlődött, vagy mennyit nem fejlődött. Tehát, hogyha belegondolunk a mai életünkbe, igaz, hogy nem egy aranyért, meg egy tallérért cipeljük a köveket, de a sárga csekkekért, az egyéb javakért ugyanazt a rabszolgamunkát végzi a társadalomnak a jelentős része, amire nem valószínű, illetve biztos vagyok benne, hogy nem hivatott az ember. Tehát döbbenetesen jó, ugye a rabszolgatartó társadalomnak vannak képei, amik ezt jól illusztrálják itt például, hogy nem tudom milyen üzem. Anasztázia sokat mesél arról a szembenállásról, ami a világban ma tapasztalható, és ezt nagyon sok esetben visszavezeti a vallási doktrinákra. Például ugye nem egy esetben emlegeti, és ez sokakban ellentéteket szülhet,
Bár én azt gondolom, hogy az ilyesfajta emlegetése egyáltalán nem kell, hogy problémát okozzon. Ugye a zsidó vallás, vagy a héber vallásnak az alaptanítása az, hogy azt mondják mondjuk a zsidó nemzetre, hogy ők mindennek az urai, őket kell kiszolgálni a mindenkinek, és a keresztény doktrina pedig azt mondja, hogy legyél minél szegényebb, minél több dolgodat adod a másoknak, és azt mondja Anasztázia, hogy amíg ezek a doktrinák egymással szemben állnak, addig vallási tekintetben, de sok tekintetben nem lehet békesség a Földön. És Anasztázia felszólítja az összes vallási vezetőt, hogy jöjjenek egy nevezőre, és ezeket az ilyesfajta megosztó doktrinákat egyszer s mindenkorra töröljék el, mert ez, amíg ezek fönnállnak, és most tényleg nem akarok itt belemenni ilyen vagy olyan nációknak a jellemzésébe, mert nem erről szól a történet, tehát amíg ezek az ellentétek fönt állnak, és nagyon sok tekintetben, nem csak vallási tekintetben, gazdasági szempontokat, bármit említhetnénk, amíg az ellentétek fönt állnak, addig ezen a világon nem igazán lehet megteremteni az egyensúlyt és a békességet. Nagyon sokat mesél Jézusról is, hogy Jézus gyakorlatilag a Jézus tanításait nem igazán értették meg akkor sem az emberek, az elmúlt 2000 évben sem értették meg az emberek, és nyilván a mai napon sem nagyon értik meg az emberek. Ugye az interneten találkoztam egy ilyen bejegyzéssel, hogy Jézus nem volt keresztény, Buddha nem volt buddhista, illetve Mohamed nem volt Mohamedán. Hogyha ma itt megjelenne Jézus a körünkben, és megkérdeznénk, hogy mi a véleménye a kereszténységről, és abból, amit az ő nevével műveltek az elmúlt 2000 évben, amit az ő nevében cselekedtek, vagy ahogy hivatkoznak őre, akkor ezt a képet tettem be illusztrációként, valószínű, hogy ezt mutatná az emberiségnek ma. És ez tényleg nem a tiszteletlenségem jele, meg semmi ilyesmi. Én ezt komolyan és őszintén így gondolom, hogy amit az ő nevében produkálunk, az botrányos. Anasztázia nagyon sokat mesél azokról a látókról, tehát akár Nostradamusról, vagy egyéb dolgokról mesél, akár azokról, nem tudom, hogy arról mesél az amerikai filmekről, amelyik többsége ilyen világvége hangulatot, hogy jön, elpusztul a Föld, jönnek a szörnyek, stb. Tehát azt mondja Anasztázia, hogyha ezeket a gondolatokat, ugye beszéltünk a gondolat teremtő erejéről, a gondolat fontosságáról. Hogyha ezeket a képeket súlykoljuk, ha ezeket a dolgokat hisszük el, akkor ez fog megtörténni. Anasztázia egy személyben üzen hadat ezeknek az előrelátó dolgoknak, és azt mondja, hogy az ember nem arra teremtetett, hogy elpusztuljon. A Föld nem arra teremtetett, hogy itt világvége legyen, és katasztrofális következményekkel záruljon ez a civilizáció, vagy maga az emberiség léte. Ő azt mondja, hogy az emberiség elindult egy olyan úton, ami most már fölfelé fog vezetni. Érdekes, az egyik kötetben azt mondja, hogy az emberiség a 2000-es évek elején nagyon eljutott arra a pontra, hogy gyakorlatilag a Föld így megrázhatta volna magát, és itt mindannyian eltűntünk volna, és ez egyetlen egy dolognak köszönhető, hogy ez nem történt meg, az orosz kiskerteseknek, illetve azoknak az emberek millióinak a világon, akik szeretettel gondozzák a Földet, és most visszautalok ugye a szeretettérre, ahol az emberek maguk vannak kapcsolatban a Földdel. Egyébként azt is kihagytam még a történetből, hogy Anasztázia hatására Oroszországban tényleg emberek milliói tértek vissza ahhoz, hogy elkezdjék megteremteni a maguk egy hektáros szeretetterét, a maguk egy hektáros öröklétét, és valahogy normálisabban viszonyuljanak ehhez a világhoz. Ugye ismerjük a Mad Max című filmet, hogy milyen típusú jövőt vizionál az emberiségnek, aki látta annak idején. De tényleg számtalan ilyen filmet említhetnénk, említettem Nostradamust, hogy mennyi mindennel próbálják az emberiséget megfélemlíteni, félelemben tartani, vizionálni olyan dolgokat, amik én azt gondolom, hogy nem valósak.
Az előadás másod, nem tudom, hogy mennyire vagytok fáradtak, tartsunk-e szünetet, nem, vagy mehetünk tovább. Tartsunk szünetet? Ne tartsunk? Jó, oké. Akkor megyek tovább. Tehát gyakorlatilag azt mindannyian tudjuk, hogy a jelenlegi rendszer, igen, egy kis ablaknyitás. Nem tudom, mennyi az idő, azt sem tudom. 3-4-8. Mióta beszélek? Egy órája? Több? Több? Jó. Jó, akkor egy picit maradjunk abban, hogy egy picit megpörgetem, jó? Tehát igyekszem egy picit gyorsabban, mert most már rátérünk azokra a dolgokra, amelyek egy picit gyakorlatiasabbak. Tehát azt mindannyian tudjuk, hogy a jelenlegi gazdasági rendszer ebben a formában, ahogy most a világban csináljuk a dolgainkat, fenntarthatatlan. Tehát fenntarthatatlan azok az energiaforrások, amelyeket használunk, környezeti szennyezés, szemetelés, és a többi, és a többi. Egy nagyon fontos problémára rendszeresen felszoktam hívni a figyelmet, ez pedig az úgynevezett technológiai munkanélküliség, nem tudom, ki hallotta ezt a fogalmat ma már, vagy ki hallott erről. Ugye annak idején az ipari forradalomnak az lett volna a elhivatottsága, hogy az ember életét kényelmesebbé tegye, mindenkinek minden javat megadjon egyre kevesebb munkával. Látjuk azt az elmúlt 100-150 évben, hogy ez abszolút nem történt meg, sőt, egy drasztikus elszegényedés történik. Ez sok esetben az emberekben azt váltja ki, különösen Magyarországon, hogy mindig mást hibáztatnak a meglévő problémákért, az IMF-et, a bankokat, a zsidókat, a cigányokat, a főnököt, a melegeket, a politikusainkat, az UFO-kat, bárkit, de sosem az ember önmaga a hibás, hanem mindig valaki más a hibás, és ezen a gondolkodáson is változtatni kell. Ugye ma a világ társadalmának az összetétele az úgy néz ki, hogy ezt is tudjuk adatokból, hogy az 1% birtokolja a világ javainak jelentős részét, és 99% az, aki gyakorlatilag a maradék néhány százalékon osztozik. Én azt gondolom, hogy egy tudatváltással, ami most már elég sok kis szervezet, kis közösség foglalkozik, a kulturális kreatívoktól kezdve a Zeitgeist mozgalmon, a Tribe mozgalmon keresztül, nagyon sokan próbálnak egy újfajta tudatosságot fölépíteni. Nekem az egyik kedvencem Jacques Fresco, a Venus Projectnek a megalkotója, majd mindjárt oda is elérünk, ezen is átugrok, én 99 pontban fogalmaztam meg, az emberiség.hu-n föntalálható ez a 99 pont az, hogy hogyan kellene átalakítanunk a gazdaságunkat, és gyakorlatilag elérnünk azt, hogy a világot egy egységként kezeljük, és így folytassuk tovább az életünket, megszűnhetne a nélkülözés, az éhínség, a betegségek, a háborúk a világon. Ugye közgazdászok elmondták már 10 évvel ezelőtt, hogy gyakorlatilag a világ javainak 100%-át a világ lakosságának 5%-a képes előállítani. Tehát olyan szintű technológiai fejlődés ment végbe az elmúlt évek során, és lehet vitatkozni az 5%, 10%, mindegy, nem ez a lényeg, a tendencia a lényeg, tehát gyakorlatilag manapság olyan szinten van technológiailag a világ, hogy a 7 milliárd lakosból kb. 350 millió lakosnak lehet, az elő tudja állítani a 7 milliárd szükségleteit. Ugye azt látjuk, hogy a világ népessége az így nő, a munkahelyek száma a technológiából kifolyólag, illetve a technológiai munkanélküliségnek köszönhetően drasztikusan csökken. De mit csináljon akkor a 95%, hogyha nem akar egyrészt rabszolgálni, illetve most már eljutottunk odáig, hogy az embereknek a jelentős része már munkahelyet sem talál, mert nincs. Gyakorlatilag ez is közgazdasági számítás, hogyha a világon valamennyi munkaképes ember dolgozna, akkor elég lenne hetente 2-3 napot és naponta 3-4 órát dolgozni most, és minden javunkat meg tudnánk teremteni, minden dolgot meg tudnánk kapni. Itt arra akarok utalni, hogy ha ennyi időnk felszabadulna, akkor mit csinálnánk, akkor valószínűleg utaznánk, illetve különböző jó dolgokat csinálnánk. Számtalan olyan kezdeményezés van a világon, ami ezt hivatott valamilyen szinten ellensúlyozni. Az egyik ilyen a feltétel nélküli alapjövedelem. Egyébként nem tudom, mennyire tudjátok, hogy Svájcban ugye most már ez bevezetésre is fog kerülni. Ezt világszinten lehetne csinálni. Magyarországon is egyébként kiszámolták azt, hogy milyen költségek
költségekkel járna, illetve hogy lehetne ezt átalakítani. Beszélhetnék a ciprusi példáról is, ahol szintén ezt el lehet mondani. Vannak a világban olyan példák, amik nem pénzkérdése, tehát nem tudom mennyire tudjátok azt, hogy Észtországban az egész ország ingyenes wifi hálózattal van lefedve. Tehát gyakorlatilag a kommunikáció Észtországban ingyenes, és egy volt szovjet utódállamról beszélünk. De ugyanígy elmondhatnánk Észtország fővárosáról, Tallinnról, hogy a helyi polgároknak a tömegközlekedés ingyenes, a diákoknak az egész országban a tömegközlekedés ingyenes. Ha egy volt szovjet utódállam ezt meg tudta tenni, még akkor is, hogyha esetleg ott a Finnország meg a skandináv államok miatt jobb helyzetben van, akkor ezt Magyarországon is meg lehetne tenni. Ígértem, hogy pörgősre veszem, viszont az erőforrás alapú gazdaság a Venus Projectnek, illetve Jacques Frescónak az életműve mellett azért nem mehetek el, mert gyakorlatilag ez egy olyan rendszer, egy olyan alternatíva, amit hogyha a világon valamilyen szinten elterjesztenénk, akkor sokkal élhetőbbé tehetné a világot. Ugye az erőforrás alapú gazdaság gyakorlatilag azt jelenti, hogy a világot egy egységként kezeljük, egyszerre mérjük fel az igényeket, szükségleteket, a rendelkezésre álló energiát, a rendelkezésre álló nyersanyagokat, és ezt egy egységbe foglalva gyakorlatilag újra elosztjuk a világ valamennyi lakója között. Ugye a jelenlegi rendszer meg az olaj alapú társadalom nem erre hivatott. Rengeteg energia áll a rendelkezésünkre. Ugye sokszor azt szokták mondani, hogy energiaválság van, nincs elég energia, és a többi, és a többi, és a többi. Balogh Béla szokta azt mondani az előadásaiban, hogy lehet energiaválságról beszélni egy olyan világban, ami önmaga is csak energiából áll. Gyakorlatilag számtalan a Massachusetts-i nem tudom milyen intézet, egyetemnek nem tudom milyen intézete felmérte annak idején a világ energia szükségleteit, illetve energiatermelési lehetőségeit, és megújuló energiákból, a tenger hullámzási energiájából, szélenergiából, napenergiából, geotermikus hőenergiából jóval több energiát lehetne termelni, mint amennyire az emberiségnek szüksége van. Csak geotermikus hőenergiából éves szinten 13 000 zetazsúl energia keletkezik a világban, amiből 2000 zetazsúl könnyedén kinyerhető lenne javított technológiával. A világ éves energia szükséglete fél zetazsúl, ami azt jelenti, hogy egy évben csak geotermikus hőenergiából annyi energia keletkezik, ami a világnak 4000 évre elegendő lenne. Tehát ezt most nem olyan régen tettem föl az internetre, ugye ez is egy ilyen elgondolkodtató bejegyzés, nagyon sokan megosztották, hogy gyakorlatilag miért nem tudunk vízzel autót meghajtani. Nemrég került föl szintén az internetre, hogyha Afrikában a piros kockában lévő kis területet befednénk napelemekkel, akkor a világ teljes energiaigényét csak napenergiából biztosítani tudnánk. A kisebb kocka az Európai Uniót, a még kisebb kocka Németországot jelenti, és ez, ahogy látjuk, egy durván 250x250 kilométeres kockáról beszélünk, és a világ teljes energiaigényéről. Ugye az erőforrás alapú gazdaságnak a másik lényeges eleme az, hogy olyan tárgyakat és olyan eszközöket gyártsunk, amelyek egyrészt újrahasznosíthatók, másrészt életünkben kiszolgálnak minket, tehát hogyha ugye annak idején az NDK mosógépek azok 30 év múlva is működtek, és az NDK-sok a 70-es években elmentek Németországba, vagy Svájcba egy ilyen kiállításra, és azt gondolták, hogy majd ők mekkorát fognak ezzel tarolni, és kinézték őket onnan, hogy ne hülyeskedjetek, hogyha nektek 30 évig ez működik, mit fogunk 2-3 év múlva eladni. Tehát ezen a szemléleten mindenképpen változtatni kell. Ugye annak idején a 20-as évek elején, a múlt század 20-as éveinek elején sokan nem tudják, de több elektromos autó futott Amerika útjain, mint robbanó motoros. Egyébként van egy ilyen dokumentumfilm, az a címe Kiölte meg az elektromos autókat. Illetve van még egy film, ami ezzel kapcsolatos, a villanykörte összeesküvés, azt is nagyon sok mindenkinek ajánlom megtekintésre. A fricska az, hogy a Tesla cég most piacra dobta az új elektromos autóit, nem csak hogy piacra dobta, hanem gyakorlatilag az összes szabadalmat és az összes mérnöki dolgot megosztotta az interneten, hogy bárki ingyen használhassa és bárki tudjon elektromos autókat készíteni.
Jack Fresco Venus Project egyébként az ő nevére is rá lehet keresni, van a Paradicsom vagy Pusztulás című dokumentumfilm, ami bemutatja az ő életművét, ezt is én szinkronizáltam, hát úgy leszinkronizáltam, hogy ne feliratosan kelljen elolvasni, hanem magyarul is meg lehessen hallgatni. És akkor itt visszakanyarodunk egy picit Anasztáziához, hogy gyakorlatilag a világ termőföldjei, illetve a világ természeti kincsei elegendők lennének-e ahhoz, hogy mondjuk mindenki, hogyha egy hektáros területen szeretne gazdálkodni, akkor lehetőségünk van-e erre. Ugye a világ népességének ma az 50%-a ma városokban él, és 50%-a él vidéki helyen. Ezt a tendenciát én úgy érzem, hogy maximálisan valamilyen szinten vissza kellene fordítani. Megnéztem általános iskolai tankönyv, a világ szárazföldjeinek 12%-a megművelt terület, 22%-a rét legelő, 30%-a erdő, 36%-a terméketlen terület. Egyszerű matematika, ki lehet számolni azt, hogyha egy hektár négy embernek az ellátását tudja egészséges, jó minőségű élelmiszerrel biztosítani, akkor egy négyzetkilométeren, a kis kettes elmaradt onnan, 400 embert. A világ összterületének 15%-a elegendő lenne arra, hogy 7 milliárd ember egy hektáros területen tudjon gazdálkodni. Ugye azt láttuk az előbb, hogy 12% a megművelt terület, de hogyha a parlagon terméketlen helyen lévő területekből egy picit visszanyerünk, sőt, még növeljük mondjuk az erdők számát, akkor gyakorlatilag nem, hogy 7 milliárd embernek, de több milliárd embernek is egészséges élelmiszert tudnánk termelni a világon. Mi a helyzet Magyarországon? Magyarországon a termőterületek nagysága az 5,5 millió hektár, ami azt jelenti, hogy ebből kb. 5 millió hektárban állami tulajdonban, 5 millió hektárban különböző magántulajdonokban, de gyakorlatilag ez az 5 millió hektár 20 millió embernek tudna egy egészséges élelmiszert biztosítani. Tehát Magyarországon bőven van lehetőség, hogy az itt élő, nyilván nem mindenki akar majd egy hektáron gazdálkodni, vannak, akik maradnak a városokban, és a többi, de hogyha ezt az egy hektáros szeretett teret akarnánk kialakítani, bőven van rá területünk Magyarországon, hogy ezt megtegyük. Még lehetne beszélni az e-demokráciáról, tehát a közvetlen részvételi demokráciáról, az e-demokráciáról, lehetne beszélni arról, hogy a jelenlegi Európai Unió helyett milyen európai közösséget képzelnénk el, hogyan tudnánk virágzóvá tenni ezt a világot. A könyvben is záró gondolatként szerepel a hogyan változtass meg a világot, illetve erről is csináltam egy kis videót. Itt is csak gyorsan végig szaladok, azt hiszem sikerült jól belehúznom, ugye? Az egyik ilyen gondolat, hogy nem is azt mondom, én nem mondom azt, hogy kapcsolt ki a tévét, vagy dob ki az ablakon a tévét, hanem tudatosan nézzünk televíziót. Tehát én például már száműztem mondjuk olyan csatornákat, amiket nem nézek, olyan hírműsorokat nem nézek, vagy ha véletlenül mégis megnézem, akkor már nincs rám hatással, mert tudom, hogy hülyeségeket beszélnek, de mondjuk az ismeretterjesztő csatornák, vagy akár a sport, vagy bármi olyan dolog, ami tényleg jó, az hasznos lehet. Én azt szoktam mondani, hogy nekem mondjuk személyesen nincs bankszámlám, hogyha kell, akkor ne nagy bank, multinacionális bankokba helyezzük el a pénzünket, hanem mondjuk takarékszövetkezetekbe, vagy olyan helyeken, amiről tudjuk, hogy egy picit közelebb állnak hozzánk. Azzal is sokat tehetünk a mindennapi életünkben a változásért, hogy tudatosan kezdünk el vásárolni, akár élelmiszertől elkezdve, akár bármilyen fogyasztási cikket. Azt is elmondom a kis videóban, illetve a könyvben, hogy ha tehetünk, akkor minden évben egy fát ültessünk el. Tehát bárhol, tehát hogyha van egy vidéki területünk, vagy városban lakunk, akkor menjünk le a parkba, szervezzük meg, vagy csak magunk csináljuk meg, ültessünk el egy fát. Most gondoljunk bele, hogyha 10 millió ember 10 év alatt egy-egy fát elültetne ebbe az országba, 100 millió fa lenne ebbe az országba. Én egyébként a gyümölcsfák híve vagyok, tehát én azt mondom, hogy ha már fát ültetünk, ültessünk gyümölcsfát, mert annak meg lehet enni a gyümölcsét, és bármilyen inséges idő következik, azok a gyümölcsfák ott lesznek. Ugye annak idején az utak mentén végig gyümölcsfák voltak, pontosan azért, hogyha jöttek az inségesebb idők, akkor lehetett számítani arra, a legrosszabb esetben a gyümölcsfa az termő volt. Érdeklődjünk a megújuló energiákról, ugye hiába próbálják lenyomni a torkunkon azt, hogy energia, meg kapcsold le a villany, meg zárd el a csapot, hát ugye volt egy ilyen képem is az interneten, hogy
csak a golfpályák öntözésére hány száz millió liter vizet használ, édes vizet használnak el naponta vagy évente a Földön. És akkor nekünk meg azt mondják, hogy zárd el a csapot. Tehát picit ellentétben van de a dolog, de az biztos, hogy a megújuló energiákkal kapcsolatban folyamatosan érdeklődni kell. Ugye a Titok című filmet még nem említettem, de az is egy nagyon-nagyon fontos film, mert a gondolkodásunkat befolyásolja. Ugye abban van az, hogy engem is számtalan esetben az emberiség.hu miatt hívnak ez ellen, meg az ellen, meg amaz ellen tüntetni, és én azt mondom, hogy én nem megyek semmi ellen tüntetni, mert ugye Carl Gustav Jungnak van az a mondása, ha ellene vagy, mellette vagy, tehát gyakorlatilag bár mindegy, hogy most ellene mész tüntetni, vagy mellette mész tüntetni, akkor is azt a dolgot erősíted. Tehát ezzel is csak azt akarom üzenni az embereknek, hogy az ilyen valami ellenes tüntetéseken értelmetlen részt venni, mert pont nem azt a hatást fogjuk elérni, amit szeretnénk, hanem pont az ellenkezőjét. A pozitív gondolkodásról, a gondolkodás fontosságáról nagyon sokat beszéltem már. Aki egy picit tudatosabbá akar válni, tudatosabbá akarja tenni az életét, annak tényleg javaslom azt, hogy ezeket a kis hanganyagokat keresse meg, hallgassa naponta, egy 5 percre csendesedjen el. Én rendszeresen csináltam azt egyébként, főleg a Titok című film megnézése után, hogy amikor kimentem reggel meg este zuhanyozni, akkor zuhanyzó alatt így köszönetet mondtam az életnek, hogy vannak barátaim, hogy milyen jó a világ, meg mit, és ezeket a pozitív gondolatokat így naponta így elmondtam magamnak, és én azt gondolom, hogy ezek segítenek. Az utolsó az csak annyi, hogy minden nap, ha tehetjük, akkor mosolyogjunk rá egy emberre. És akkor gyakorlatilag azt hiszem, hogy a végéhez is értünk. Ugye mindaz, amit elmondtam itt Anasztázia tanításaival kapcsolatosan, meg a világnak, hogy milyen irányt lehetne szabni egy másfajta gazdasági felépítéssel, lehet azt mondani, hogy utópia, meg hogy nem is tudom, mit írt valaki, azt mondjuk sokszor megkapom, hogy én egy idealista vagyok. És erre azt szoktam mondani, aki látta a 1492 című filmet, hogy... A paradicsom meghódítását, ugye amikor a király meg Kolumbusz beszélgetnek, nem tudom, volt a városba, és a király mondja a Kolumbusznak, hogy hát ez micsoda idea, meg micsoda hülyeség az a gondolat, hogy te el akarsz jutni Indiába, vagy nem tudom hova, és akkor a Kolumbusz lemutat a városra, és azt mondja neki, hogy ha a magamfajta idealisták nem léteztek volna, akkor ez a város sem létezne. Tehát mindaz a gazdagság, mindez a kultúra nem létezne. Én azt gondolom, hogy mindaz, amiket itt felvázoltam, akár Anasztáziával kapcsolatban, akár az erőforrás alapú gazdasággal kapcsolatban, ezek akkor utópiák, hogyha nem gondolunk rájuk úgy, hogy ez megvalósítható. Ugye képesség, visszautalok megint, tehát képesek vagyunk rá. És a gondolkodás fontossága, és tényleg ezzel a gondolattal zárom az előadást, hogy minden dolog, ami szűrőnkön megy keresztül, ami gondolatainkon megy keresztül, ugye mesélte egy kis reklám a végére, hoztam is belőle, 2700 forint helyett most a helyszínen 2000 forintért megvásárolható ez a könyv, és köszönöm a figyelmet, remélem, hogy nem volt unalmas az előadás.